Teltházas volt a Salkaházi Moziklub idei utolsó vetítése. Ezúttal a Csárdás királynőt vetítették. Idén lesz még színházi előadás, karácsonyi műsor és előszilveszteri mulatság is a miskolci nyugdíjasoknak. Sorra érkeztek az idősek tegnap délután a Művészetek Házába. Kálmán Imre klasszikusához sokaknak fűződnek szép emlékei. Én már láttam tulajdonképpen, de nagyon-nagyon tetszik, és én az opereteket nagyon szeretem. Azonnal szakíts azzal a timli-tamli nőszerényen, gyengéden szerető mamát. Edwin Herceg nem lehet boldog szíve választottjával. Kapcsolatát a primadonnával anyja erősen ellenzi. A Csini baba is az egészséges erotika után a Csárdás királynőt vetítették szerdán a Művészetek Házában. A program most is teltházat hozott. Részt veszünk minden salkaházi programon, szüreti bál, minden szilveszteri mulatság. Úgyhogy... Ilyen a hangulat egy ilyen rendezvény? Nagyon jó, úgyhogy csúcs a hangulat, úgyhogy nagyon jó tudnak mulatni az idősek még, úgyhogy csúcs. Szórakozás mellett kultúrát is nyújt a Salkaházi program a miskolci időseknek. Még idén lesz például színházi vetítés, amin a cirkusz hercegnőt lehet megnézni. Természetesen a következő évben, tehát 2019-ben is folytatódik a Salkaházi Sára program. Hubai György szerint a visszajelzések egyértelműek. A Salkaházi programnak jövőre is folytatódnia kell, ehhez új programjavaslatokat is várnak. A jelenlegi városvezetés 5 évvel ezelőtt álmodta meg a Salkaházi Sára nyugdíjas programot, és mondhatom nyugodtan, illetve a nyugdíjasok visszajelzése alapján is, hogy mai napig is sikeresen működik. Tavalyhoz hasonlóan idén is vár még bőven program a miskolci nyugdíjasokra. Decemberben a Salkaházi karácsony mellett előszilveszteri mulatságot is rendeznek a szépkorúak számára.